A természetvédelem az azzal jár, hogy az ember kint van a természetben. Azt nem lehet egyszerűen csak az íróasztal mellett, vagy pláne nem a telefon mellett, vagy a számítógép mellett művelni. Ki kell menni a helyszínre, a helyszínen kell a tapasztalatokat gyűjteni, ott kell megérteni az összefüggéseket. A legjobb gondolatok mindig kint a természetben jutnak az embernek az eszébe. Én a múltnak a jeleit keresem és találom meg, magában a természetben látni, hogy mi az, ami regenerálódik magától, mi az, aminek segíteni kell, és mi az, aminek az elvesztése pótolhatatlan. Az elkötelezettség, az valamilyen szinten, valamilyen mértékben továbbadható. Legalábbis ezt tapasztaltam, és így látom. Én nagyon bízom bennük, nagyon hiszek, és bízom az unokáimban. Dr. Varga Zoltán. Dr. Varga Zoltán a Debreceni Egyetem professzor emeritusza számos országban végzett terepi kutatásokat. Belső Ázsia magas hegységeiben végzett kutatásai során expedíciós zoológusként is igyekezett méltó lenni a magyar hagyományokhoz. A Himaláján 5000 méter magasságban vizsgálta az ottani faunát, számos új lepkefajt fedezett fel. A nemzetközileg is elismert Széchenyi biológus professzornak különleges szerepe volt az európai természetvédelemben. Több elgondolását sikerült a hazai és a nemzetközi természetvédelemben is megvalósítani például a Natura 2000 program panóniai régióbeli hálózata keretében. Egyedülálló tudásának átadása is kiemelkedő fontossággal bírt számára. Közel 30 tanítványa szerzett tudományos fokozatot, korábbi hallgatói közül sokan pedig a tudományos kutatásban, a természetvédelemben és a közoktatásban helyezkedtek el és jutottak magas szintre. Személyes példamutatásával, elhivatottságával, a roppant széles körű, a szűkebb szakmáján messze túlmutató felkészültségével, tudásával, a rendkívül széles körű általános a szépirodalomtól a zenéig, a festészettől a sakkig, olyan szuggesztív egyéniség, aki a kiválasztottakat finoman tudja érdeklődésüknek megfelelő irányba terelni, segíteni, támogatni. 80. születésnapjára a tanítványai egy előadás sorozattal készültek, és egy egyre terebélyesedő fa képével köszöntötték. Mint egy fatörzsből sarjadó, egyre fiatalabb ágak és hajtások jelenítik meg a tanítványokat, akik mindannyian a törzsből táplálkozva visszük, és adjuk tovább mindazt amit a mesterünktől kaptunk. Ám egy sikeres pálya csúcsán arra a kérdése, hogy egy életben mi a legfontosabb, ő a családja, és elsősorban feleségi említésével kezdi a sor. Erre az alapra épül minden munka, tudomány, alkotóképesség. Professzor Dr. Varga Zoltán, 2022-től példakép díjas közéleti kategóriában. Az élet útján látszik, hogy egészen biztosan azért a hatalmas hatásért gondolta a testület, hogy közéleti kategóriába jelöljék, amit a természetvédelem területén tett. Honnan ered ez a rajongás a biológia, a természet iránt? Gyermekkori eredetű. A háború után, tekintettel arra, hogy az eredeti lakásunk elpusztult a háborúban, Debrecen elég súlyos bombázásokat kapott, és édesapám egyik tanár kollégája, Péter Zoltán erdélyi ember volt, ő neki volt egy olyan háza, ahol az anyai nagyszüleimmel együtt meghúzhattuk magunkat átmenetileg a háború után néhány évig, és az egy kertes ház volt a Poroszlai úton, ami akkor Debrecennek még egy kevéssé beépített része volt. Nagy kert volt, az úgynevezett Liba kerten keresztül mentem gyalog a fűvészkerti iskolába. Fűvészkert, ugye? Ott volt Libakert, az a... Fűvészkert. Igen. igen. Apró kis tanyasi, szinte tanyasi házak voltak, kisebb-nagyobb kertekkel, virágos, gyümölcsös kertekkel, zöldségesekkel. És minden nap ott mentem a fűvészkerti iskolába, és ez a fűvészkerti iskola meg onnan kapta a nevét, mert odaépült a régi kollégium tőszomszédságába, ahol valamikor az a fűvészkert volt, ahol fazekas Mihály és diószegi Sámuel írták az első magyar fűvészkönyvet. Tehát a biológiát oly módon szívtam magamba, a levegővel együtt szinte. Tehát ahogy elmentem ezen a kerten keresztül, ott a kis kerítéseken ott ültek, ott napoztak a szitakötők, ott szívogatta, ugye a kacsafarkú szender a petúniákból a nektárt, és így tovább, vagy ott gondozták a, a utódaikat, például ezek a homoki darazsak, vagy az óriás tőrös darázs, tehát nagyon színes élet vett körül, és ami a legfőbb volt, hogy sem a madarak, sem a rovarok nem voltak idegenek számomra. Tehát először, én elkezdtem érdeklődni mind a két irányba, de aztán a rovar maradt meg inkább, és ez egy tanáromnak köszönhető, aki azt mondta, fiam, madarázhatsz is, de a rovarvilágban sokkal több az ismeretlen a kikutatni való. És én megfogadtam ezt a tanácsot. Még sokan járhattak ugyanazon az úton, ugyanabban a fűvészkerti iskolában, és mégsem futottak be ilyen pályát. Hogy vajon mi volt mégis, te gyerekként is rácsodálkozott -e, foglalkozott -e, ezekkel, e, 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 tehát hogy mi elmélyült ebben, vagy e, mi volt mégis csak az a különleges gyökér, ami a fókuszát erre fele irányította? Volt nekem két korban nagyon közel állók hozzám közel álló nagybátyám. És ő nekik volt rovargyűjteményük? Azt már nem tudom pontosan, hanyadik születésnapom volt, amikor én ajándékba megkaptam ezt a rovargyűjteményt. Tehát, akkor jöttem rá lényegében, hogy nem csak látni, nézni kell ezt, lehet gyűjteni is, és a gyűjtéssel egy csomó mindent tanulni. Tehát ez az aktivitás volt az, ami még inkább elkötelezett ebbe az irányba. És hogyha már eljutottam ebbe az irányba valamennyire, akkor amikor már egy kicsit érettebb fejjel gondoltam bele a dologba, akkor azt láttam, hogy ez nem olyan, mint a bélyeggyűjtés. Ezek élő lények. Ezek voltak éppen kíméletet érdemelnek, és az a néhány példány, ami bekerül a gyűjteménybe, az segíthet megmenteni az élőhelyüket. Tehát egy kicsit úgy gondoltam, hogy mint azok, akik az embert, de akár a testét elpusztíthatónak is vélik, de a lelkét akarják megőrizni. A, természet, a természetet, magát, az ökológiai rendszert, hogy meg kell őrizni, ebbe az irányba indítottak el ezek a gyermekkori élmények. Igen, hogy a kutatóatásnak a, a veszteségei azok nagyobb nyereséget hoznak. A kutatásnak a veszteségei az élőhelyeknek a megóvásával párosuljanak, És már abban azzal az idő... teljesedjenek be. És már abban az időben úgy érezték, hogy a, a, a természeti élőhelyeket meg kell óvni? Tehát a háború utáni időszakban is már ez egy ilyen iparosodás, már akkor is éreztette a hatását, hogy itt veszély van? Nem, akkor még nem. Tulajdonképpen néhány németországi tanulmányot döbbentett rá engem arra, hogy ott, ahol már nagyon sok minden megváltozott, én olvastam, hogy mi volt ott régen. Tehát, amikor például kikerültem Münchenbe a Humboldt akkor például hiába kerestem azokat a helyeket, amelyeket a régi rovargyűjtemények alapján, régi közlemények alapján, a régi gyűjtések alapján még megtalálhatónak, felfedezhetőnek véltem. Vagy aztán néhány évvel később, amikor elmentem Leidenbe a Naturalis című nagyon-nagyon szép és interaktív múzeumba. Ott láttam például azt, kihúzom a dobozt, és látom a sorozat lepkén ennek a lepkének az élőhelye ekkor és ekkor megszűnt, azóta ezt a lepkét ott senki nem látta. Tehát ilyen élmények is voltak közben, lépésről lépésre. És ez így felkavarta, hogy, hogy, hogy itt valamit lépni kell? Elindított, elindított, ez összeadódott, és így kerestem a lehetőséget arra, hogy ez valahogy kibontakoztatható legyen, nem csak magyarországi, hanem próbáltam ezt európai szinten is. De igazából én úgy érzem, hogy nekem a hatásom ebben eléggé korlátozott volt a lehetőségeim is. Amiben én még kiélhettem magam, az a tudományos utánpótlás nevelése. Tehát a, egyáltalán a tudományos diákköri mozgalom, amiben egyetemi éveimben rögtön kezdettől fogva bekapcsolódtam, a tudományos diáköri mozgalomban való részvétel, a biológiai doktori iskola megalapítása a Debreceni Egyetemen, és egy olyan doktori témavezetői munka, aminek most az az eredménye, hogy professzorok, akadémikusok vannak a volt doktoranduszaink Igen, között. a 80 éves születésnapjára, olvastam, hogy kapott egy ilyen hatalmas, mint egy családfa, hogy mi, mi mindenki nőtt ki ágonként az ön iskolájából, és hogy gyakorlatilag nagyon komoly kutatói hálózat épül erre az iskolára. Tulajdonképpen, ami onnan ki. Honnan indult, mi, hogy maradt az egyetemen? Tehát mi, 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 mi volt az, ami egyértelműsítette, hogy az egyetem után ez a fajta akadémiai pálya az ön pályája? És... A tanári pálya az egyáltalán nem volt tőlem idegen, édesapám is tanár volt, az ő elődei pedig részben református lelkészek, részben orvosok voltak, tehát ez a pálya, ez a tanári pálya hozzám közelálló volt. És ezt összetudtam kapcsolni az aktív természetkutató tevékenységgel. Tehát azzal, hogy én a hallgatókkal együtt jártam terepre éveken keresztül, terepgyakorlatokat vezettem, ott a helyszínen próbáltam bevezetni a, a hallgatókat ebbe a munkába, a nem csak a laboratóriumba, ez számomra egy meghatározó élmény volt. És Talán ugye mondtam most, hogy a lelkészek és az orvosok, ők mind mentéssel foglalkoztak, tehát lehet, hogy ez is a hogy összejött az ön pályáján, hogy a biológus is lehet mentő? A biológus tényleg lehet mentő, és ez ez tényleg nagyon sok tanulsággal járt számomra. De adott energiát ahhoz, hogy a egyéb tevékenységeimet, tehát a kutatói tevékenységemet, meg az oktatói tevékenységemet is folytathassam. A természetvédelem az azzal jár, hogy az ember kint van a természetben, azt nem lehet egyszerűen csak az íróasztal mellett, vagy pláne nem a telefon mellett, vagy a számítógép mellett művelni. Ki kell menni a helyszínre, a helyszínen kell a tapasztalatokat gyűjteni, ott kell megérteni az összefüggéseket. A legjobb gondolatok mindig kint a természetben jutnak az embernek az eszébe. Igazam van-e akkor, amikor azt gondolom, hogy a, hogy ezt nem csak akkor kellett megtenni, hanem aki a természetvédelmi szabályozást folyamatosan karban tartja, annak minden évben ki kéne menni a természetbe. Nem lehet, hogy a 70-es években kimentek a természetbe és megalkották a természetvédelmi szabályozást, hanem évente, öt évente, vagy lehet, hogy most már évente olyan változások vannak, hogy állandóan ki kellene járni is valakik? Vannak-e ma ilyen elkötelezett emberek, akik ma is kimennek, és nem pedig az íróasztaltól védik a természetet? Én remélem, vannak néhány ilyen embert ismerek a természetvédelemben. Tehát nemzeti parkoknál azért vannak ilyen emberek, és erről egy humoros epizód jut eszembe. Sopronban volt egy ilyen országos természetvédelmi konferencia, és sokan összejöttünk. A természetvédelem akkori állami vezetője, helyettes államtitkár ott ült mellettem. Mondom, látod, most derül ki, hogy én milyen rossz indulatú ember vagyok. Néz körül, itt vannak a metasztázisaim. Már elnézést. Igen. 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 Értem. A, mivel a, lé a lélekre vagyok kíváncsi, én, hogy a, ki a varga Zoltán, aki ezt az egész szet létrehozta, hogy honnan, honnan származik ez. Nem tudom, hogy közelebb kerülök-e a kérdéssel a lélekhez, de talán. Miért pont a lepkék? Ez, ez inkább véletlen, mert a lepkékből engem azok érdekelnek a legjobban, amelyek a legkevésbé föltűnő külsejű lepkék közé tartoznak, a bagoly lepkék. De miért? Azért, mert a bagoly lepkéknél találtam olyan témákat, olyan csoportokat, amelyek segítenek engem a fajképződés megértésében. Tehát ilyen értelemben a lepkékhez számomra inkább a kíváncsiság a motiváló, és nem a szépség, és, és meg kell, hogy mondjam nyíltan, nem, ez nem a lelkiség. Nem a lelkiség. De olyan értelemben a, talán, hogy a, ez talán a múlt is, nem? A múlt mert mindenképpen. Ez, mert én azt hittem, hogy a lepkék arról szólnak, hogy most megértem. Őket, hogy most mi van? Nem, de ilyen értelemben ez egy időutazás. Ez, ez ugye? valóban, mert miért kezdtem el genetikával, miért kezdtem el populáció genetikával foglalkozni, mert ott találom meg azokat a jeleket, a múltnak a jeleit, és ebből a szempontból talán jó is, hogy itt éppen ebben a lapidáriumban ülünk. Mert valójában én a múltnak a jeleit keresem és találom meg, és a legnagyobb élmény számomra az, amikor azt látom meg, hogy ami itt van a sztyeppéken nálunk annak a nagy nagy rokonsága egy belső Ázsiai hegységben él. Tehát el kell menni a Hindukusba, el kell menni a karakúramba, el kell menni az Alatau hegységbe, meg a pámírba, el kell menni akár Kazaksztánba, Türkmenisztánba, vagy akár Észak-Pakisztánba, és megnézni azokat a legalábbis az év nagy részében száraz hegyeket, ahol a száraz hegyvidéki élethez való alkalmazkodás teszi lehetővé, hogy valaki elmenjen a zonális sztyeppére, és végigvonuljon Európáig. Tehát, ahogy egy magas fensíkról jönnek a mongolok, egy magas fensíkról jönnek a kazahok, ugye? és jönnek az zonáli Európa felé. Tehát én úgy érzem, hogy az érzelmi motivum, a lelkiség itt van. A lelkiség ott van, amikor meglátom a Nanga párbátot, ami csak alkonyatkor vagy hajnalban lehet felhők nélkül látni, mert nappalra elnyeli a felhő, de ugyanez van a kántengrivel is. És itt a tenger, a tenger a végtelenséget jelenti, a kántengri az a végtelenség ura. Tehát aki ott élt, és számára ez egy szellemi létező volt, ez a hántengri, az valamit talán megértett abból, hogy ezeknek a hegységeknek az élet szempontjából, a szilárd halmazállapotban való víznek a nagy rezervoárjai ezek az eljegesedett hegységek. Ökológiai katasztrófa sokféleképpen lehet. Ha ezek a jégárak a belső ázsiai magas hegységekben megszűnnek, akkor ott bajok lesznek, mert akkor ami most gyep, abból sivatag lehet, hogy egyszerűen mondjam. Fontos volt-e önnek, hogy magyarként kutatott belső Ázsiában, vagy milyen érezete magyar lelki vonatkozást, vagy változtatta-e meg a lelkiségét ez a belső ázsiai kapcsolódás? Biztos, hogy igen. Mert volt egy magyar nyelvész, Mándoki Kongur István. Ő Almatiban élt elég sokat, ott is halt meg, ott temették el az akkori magyar nagykövettel, Torma Józseffel, aki, aki turkológus nyelvész volt, sajnos meghalt viszonylag fiatalon ő vele együtt mentünk el a sírjához. Tehát ezek, ezek, az emlékek számomra és élmények számomra fontosak. De ez a Mándoki Kongur István, ő Karca környéki való volt, és a Kongur melléknevet azért vette föl, mert ez az egyike a régi kazakh eredetű, kun eredetű magyar családneveknek mert a kongur tulajdonképpen egy szint jelent, az ilyen földbarna lovat nevezik kongurnak. És kongur vagy kangur név ma is létezik ezekbe a népességekbe. A Hortobágyi Nemzeti Parknak is volt egy olyan munkatársa, aki kangur névre hallgatott. Na most ide is van egy családi kapcsolatom, mert a anyai ágon, ők nagyanyám, Karacs Eszter, aki leszármazottja volt annak a Karacs Rézmetszőnek, aki elkészítette az akkori Magyarország Rézmetszetű térképét, még a 19. század elején. Rézmetsző volt, és ez a rézmetsző örökség is bennem van, és a vonzódás belső Ázsia és ennek a hagyományai iránt. Még mélyebbre ásva egy kicsit, a, az ön életében a kutatás, az oktatás, vagy pedig a természetvédelmi, vagy pedig ennek a kutatásnak és az oktatásnak a természetvédelmi szabályozásban való, kitejesedése volt a fontosabb, vagy, vagy, hogyan osztaná föl ezeket a lábakat? Hogy, mert ugye rettenetesen gazdag ez az életmű. Talán, talán, a paragrafusok, tehát a jogi szabályozás áll viszonylag legkev, legtávolabb tőlem, annak ellenére, hogy amikor a rendszerváltás után megszületett az első törvény a természetvédelméről, tehát ez volt a neve, hogy a, hogy a természetvédelméről, és nem természetvédelmi törvény. Ennek, ennek az előkészítő csoportjában nyilván benne voltam, tehát valamilyen értelemben közön volt a jogi, jogi szabályozáshoz is. De tulajdonképpen ö, a jogászkodás ált a természetvédelemben viszonylag a legtávolabb tőlem, maga az az előkészítő, terepi munka, a feltáró munka, ez volt inkább, leginkább az, ami segített engem. De az, hogy az ön munkájából olyan szabályozás születik, ami utána már nem hagyja, hogy tovább romoljon, lehetővé teszi, hogy javuljon, azért az egy nagyon. Komoly dolog, hogy szabályozássá vált a terepmunkán előkészített javaslat. Én ennek, ennek inkább a konkrét oldalát nézem, látom és nézem. A konkrét oldalát, tehát annak ö, azt magában a természetben látni, hogy mi az, ami regenerálódik magától, mi az, aminek segíteni kell, és mi az, aminek az elvesztése pótolhatatlan? Tehát ezeket csak ott a helyszínen, és csak hosszú távú vizsgálatokkal lehet. Tehát ebből a szempontból nagyon jó, hogy vannak meghatározott időtartamra szóló kutatási támogatások. De vannak műfajok, ahol csak a hosszú távú támogatás és Hosszú, és az e, ezzel támogatott hosszú távú kutatás ér valamit. Tehát, ahol évtizedekben mérhető a folyamat, és évtizedekben kell ö, magát a, a folyamatot mérni és nyomon követni. De ez a gazdasági jelentőségi dolgoknál is így van, mert például azoknál a rovarfajoknál, amelyek konkrétan kártevők, amelyek tehát például az erdeinket károsítják. Ott nagyjából ilyen 10 plusz mínusz egy-két éves populációs ciklusok vannak. Tehát, hogyha az ember három-négy évet kiragad, nem látja. Nem lehet, nem lehet meglátni az összefüggéseket csak akkor, hogyha az ember olyan szakaszt lát abban a folyamatban, amelyben már benne van a fent és a lent. Ezt, a, ezt az átfogó szemléletet honnan kapta, vagy ezt, ez egyfajta igényességet látok, ami, tehát hogy van egy törekvése a teljesség igényére, amit ha nem is sikerül ugye, megvalósítani, mert teljesség az egy kicsit sok, de, de hogy ez, van egy állandó belső vágya erre, úgy látom, a, hogy az egészet komplexen is, visszanyúlva időben is, és átfogó módon valahogy úgy kezelni, hogy hogy ez, hon, ez, ez jól látom én, hogy van egy erre ilyen irányú törekvés önben? Talán az, hogy a fölmedélyünk között nem volt természettudományjal fog, Hát orvos volt természettudományos műveltség nélkül, orvoslás sincs. De Kifejezetten természettudományos kutató nem volt a felmenőim között, de a két korban hozzám nagyon közel álló nagybátyám közül az egyik, mint vegyész, később talajkutató és talajökológus, egy kicsit párhuzamos pályát írt levelem. És ő mindössze, holott nagybátyám volt, ő a nagyszüleim legfiatalabb gyermeke volt. Korban ez a két nagybátyám olyan közel állt hozzám, mintha két idősebb testvérem lett volna. Én a háborús viszonyok, illetve édesapám betegsége miatt, mint gyermek egyedül maradtam, de mégse egyedül nőttem föl. Mert ott voltak a nagyszüleim mellett, ez a két szinte velem együtt föl felnőtt és férfivá érett nagybátyám. Akik Úgy nagy hatást is gyakoroltak. Hatást gyakoroltak rám, mert például az egyiktől tanultam meg megsakkozni. <laughs> Imádom azt ugye, hogy ha ma valamelyik, mit tudom én, 20-30-40-50 évest megkérdezünk, akkor akkor, akkor, nem tartják annyira fontosnak azt, hogy, hogy, hogy nem, is, nem egy meghatározó élménye az életébe, hogy ő megtanul sakkozni, pedig az egy, 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 gondolkodási nyelv, ugye, és hogy, hogy milyen lényeges dolog ez. A sakkozás kezdetben segített engem, később inkább akadályozott. Elkezdtem sakkozni versenyszerűen középiskolás koromban, és utána folytattam egyetemi hallgatóként. És amikor ötödéves végzős hallgatóként döntenem kellett, hogy kutatói pálya vagy sakkozás, akkor nekem 16 évesen azt mondták, hogy fiam, te 18 éves korodra mester leszel. Nem lettem az. Nem lettem az, egy. Teljesen amatőr szinten megmaradtam, de és abba is hagytam tulajdonképpen 23 évesen. Az eseményeket nyomon követem, időnként ö, még számítógépes program ellen még sakkozom is, az egy önkontroll. Hogy tompult-e tompult -e már az agyam ebbe a korba, vagy még a tréning. Trén, trén, a tréning. Igen, mert annak idején egyetemi hallgatóként azt vettem észre, hogy amikor vizsgaidőszakban nagyon sokat kellett receptív munkával foglalkozni, tehát valamit így megtanulni, amit aztán felmondok a vizsgán, akkor utána egy ilyen időszakban mindig elkezdtem gyöngébben játszani több elnézésem volt, tehát tompult az agyam. Aztán, amikor ilyen időszakban voltam, akkor a, a, egyszerűen nem tudtam túltenni magam, hogy én most olyan hibákat követek el, amiket nem lenne szabad. Nem vagyok alkalmas erre a fajta versenyre. Holott a versenyszellem azért valamilyen mértékben mindig bennem volt milyen érdekes, hogy mennyire fontos lehet a, egy ilyen sajta életút bejárásához az, hogy már viszonylag fiatal kortól az ember, ugye ez a felnőttségnek is talán az egyik meghatározó része, hogy kívülről is látja magát, és, 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 és nem csak sodródik az eseményekkel, hanem kívülről a saját magát, tud alkalmazkodni a különféle helyzetekhez. Át is váltanék egy másik témára, mert talán a legjobb tükre az embernek a felesége. És a jelölésében az van, hogy, 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 hogy mely, mely milyen erős volt ez a szövetség, és hogy mennyire sokat jelentett az ön élet útján is a feleségem, meg a családja, hogy, hogy, mit jelent ez? Ő világosan megmondta, amikor ugye egy kicsit kezdett már alakulni a dolog, hogy ebből egy komolyabb kapcsolat lesz, ő egyértelműen megmondta, hogy ő családi életre vágyik. Úgyhogy ez így is alakult, lányaink lettek unokáink, és ugyanakkor állandóan ott volt mellettem. Sajnos a pakisztáni viszonyok, észak-pakisztáni viszonyok már nem olyanok voltak. Oda egy jóval fiatalabb rovarász kollégámmal együtt mentem el, de a balkáni útjaink azok közösek voltak, és a közép-ázsiai útjainknak is egy nagyon jelentős része. Még az orosz altájba is együtt mentünk el, egy botanikai expedícióval azért, mert ő volt a botanikus, és ő körülbelül húsz évig a Hortobágyi Nemzeti Parknál dolgozott, mint botanikai felügyelő. Úgyhogy az életpályánk az többszörösen összekapcsolódott, és ezért emlett, említettem én abban a bizonyos interjúban is, meg egyáltalán, amikor ez szóba kerül, hogy az ő részéről egy nagyon erős családi háttér volt jelen, mint végig, most is. És ezért van az, hogy hozzánk eljönnek az unokák, és mi együtt elmegyünk az unokákkal is különböző helyek, meg persze kettesbe is. Úgyhogy sajnos az a helyzet, hogy most éppen az ő egészségi állapota ö, ilyen gerinc ideg problémák miatt nem a, nem a legjobb, tehát ő, ő, most sajnos éppen orvosi kezelés alatt van a mai napon, de hát remélem, hogy ez hamarosan. De reméljük, hogy Igen. minden jó lesz. Úgyhogy, de hát a unokáink valóban azok, ők azok, akik nem azon a pályán vannak, mint mi, de mégiscsak ott vannak. A folytatás. És érződik a, tehát ön érzi a lenyomatát, vagy veszteség érzete van a jövő nemzedékkel kapcsolatosan, tehát a, 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 akár a tudományos pályán, akár a kutatás, akár a, a tehát hogy, ahogy nézi a örökségét, biztos-e abban, hogy jó helyre került, vagy van azért egyfajta izgalom, hogy vajon mit kezdenek vele? Én nagyon bízom bennük. Magában a jövőben, a mai felnövő generáció jövőjével kapcsolatban nyilván vannak kétségeim, és azt hiszem, hogy kétségei aggájai minden felelősen gondolkodó, hozzám hasonló korú és hozzám hasonló családi állapotú embernek vannak de én hisz, nagyon hiszek és bízom az unokáimban. Nem is csak a családra gondolok, hanem a tényleg a, a egyetemisták van, akik ma egyetemekre járnak, vagy a szabályozással foglalkozó szakemberekre, akik vagy kimennek terepre, vagy nem. Tehát ezért kérdezem, mert sokszor érzem azt az, az ilyen nagyívű pályát befutó emberek körül között, hogy, hogy néha az izgalommal tölti el őket az, hogy vajon ugyanazt a fajta tiszteletét ennek az egésznek a jövő nemzedék el fog -e látni, vagy nem? Vagy, vagy mit lehet tenni, vagy hogy mennyire optimista még ebben az ügyben, hogy, mert ugye ezt, ezt mindenképpen tovább kéne vinni, hogy á, jól át tudta adni a stafétát, inkább ezt kérdezem, mert ez egy fontos dolog. Van-e, aki vigye a fákját? Ah, hogy milyenek a jelenlegi egyetemi hallgatók? Azt tudja megállapítani, aki sokat és hosszú időn keresztül dolgozott velük. Én, mint tudományos diákköri témavezető, és sokszoros, 28szoros doktori témavezető, illetve korábban volt olyan, hogy kandidátusi témavezető, azért az egyetemi hallgatóságnak egy elég lényeges szeletét megismertem a közös munka folyamán, több évtizeden keresztül, hogy így összeadom. Én úgy gondolom, hogy mivel közöttük elég sokan vannak olyanok, akik sikeres életpályát tudhatnak a magukénak. Azt hiszem, hogy azért ez a munka, amit az ember ebbe fektet bele, távolról sem reménytelen. Tehát az elkötelezettség az valamilyen szinten, valamilyen mértékben továbbadható. Legalábbis ezt tapasztaltam, és így látom. Ha most lenne 25 éves, akkor milyen, milyen tervű? Mit, mit, ezzel az ésszel az és ezzel a tapasztalattal most Előről lehetne kezdeni, akkor merre fele indulna el, vagy mi, mi, mit folytatna, vagy mit csinálna, mi, mibe vágna bele? Hát először is. Akkor több lehetőségem lenne, hogy olyan módszereket tanuljak, amit már ebben a korban nem tudok elsajátítani. Tehát dolgozom számítógéppel, de azt látom, hogy a jelenlegi fiatal generáció ezeket a dolgokat sokkal nagyobb profizmussal csinálja, és ugyanezt látom, ami a múlt kutatása érdekében feltétlenül szükséges, a gének története. Tehát, amit most például a magyarság, illetve a magyarság egyes kiváló képviselőinek a genetikai hátterének, genetikai előzményének a meghatározásában végeznek, az, az az engem, az a munka engem lenyűgöz, és, és ugyanakkor örülök, hogy közöttük van egy olyan is, aki annak idején, egyetemi hallgatóként a diploma munkáját nálam csinálta. Van ilyen. Szegeden professzor jelenleg. Na. Szóval lenne egy csomó olyan dolog, amit én fiatalon szívesen megtanulnék. Ami, ami akkor még nem volt hozzáférhető, nem létezett. Hát mi még annak idején amikor a biológiát egyetemen tanultuk, akkor még ugye a micsurini liszenkói ugye, balhiedelmek, elméletek balhiedelmek, elméletek balhiedelmek elméletek. voltak. Én azt inkább csak balhiedelemnek nevezném. Nem, szóval biztos találnék olyan dolgot, amit szívesen megtanulnék, amire ma már, hogy, hogy egyszerűen a, a az életkorom meg a képességeim már nincsenek meg. De az erőt látom, hogy úgy az látszik önben, Erő, hogy még most is neki fogna egy másik 80 évnek simán. Következő. Én még el akarok menni Belső-Ázsiába, mindenképpen nem mondtam le róla, hiszen az első ilyen koronavírusos év után még amikor egy ilyen nyári kicsit szabadabb időszak volt, én elmentem Kazaksztánba, és láttam a Hántengrit, és még, még, annyi érze, erőt érzek magamba, hogy még egyszer megláthassam. Ez még bennem van. Adja Isten, hogy sikerüljön. Varga Zoltán, nagyon-nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy egy picit láthattuk az embert a nagy teljesítmény mögött, és a lelket és a, a szívet, ami idáig hozta, és ö, azt kívánom, hogy még sokáig vigye előre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.